Ne nézzetek a kamerába. Ez nehéz szülés volt. Na, mi újság, hol voltatok eddig? Ha most érkeztünk. Eléggé zörgőgépeket fogunk látni, eléggé olaj nélküli gépeket fogunk látni, de ami azt illeti, ilyen van az egész országban, majd mindenhol. Kisebb módosításokkal, multiplexekbe. Egy kicsikével másabb a helyzet, mert lehet, hogy a gép feje azonos, viszont általában véve egy-egy filmet teljes egészében egy gép vetít nagyon nagy multiplexekbe, amikor egy-egy filmet teljesen fölfűznek egy nagyobb tárcsára, vagy egy hatalmas olyan orsóra, amire legalább 3-4 kilométer film is elfér. Mindent fogunk hallani és látni. Na, mutasd! Itt ez egy Neotta 5-ös gyártmányú csehszlovák, annak idején csehszlovák gyártmányú gép. Akkor még a két állam egybe volt. Eléggé elterjedt ez a mai mozivilágba, hiszen a mozik legalább 95%-a ezzel dolgozik. Egy filmet mennyi tekercsen nyomtok? Tehát hányszor kell cserélni? Általában véve megoldható, hogy két tekercset készítünk belőle. A legnagyobb méret körülbelül ekkora, amit itt látunk. Tehát ha ez a tekercs, ez az orsó tele van, akkor körülbelül egy óra filmanyag elfér rá, és ilyen általában elő is szokott fordulni, sőt, előfordul néha, mint ahogyan emlékezetem nem csal, a Ponyvaregény második része teljesen tele volt, annyira, hogy semmi nem jutott alája se, feléje se. Nagyon-nagyon nehéz volt, és le is kellett belőle venni. Itt jelen pillanatban 28 fokot élünk meg. Hát nyáron, akkor, amikor odakint 40 fok van, idebent is körülbelül 40 fok van. Ez a lámpaház, ami itt van a hátunk mögött, illetve itt előttünk. Nem tudunk kinyitni, mert akkor köken a fény. Akkor ennyi szó üzemi baleset veszélye áll fönt, hiszen ebbe 2000 wattos szenonlámpa működik, amit ez a tápegység, amit általában ha mozdítani kell, akkor 4 ember mozdít meg. Hanyan vagytok mozigépészek? 3-an vagyunk a moziba összesen. És amikor műszakban vagytok, akkor hanyan vagytok itt az emelet, itt a szinten? Általában véve csak én, illetve csak gondolajos barátom szokott ezzel foglalkozni, hiszen a két termet egy gépész látja el. Ja, van egy másik terem is. Természetesen. Másik természetesen. Kicsikét jobbak a fényviszonyok, gyerünk. Itt éppen Al Pacino, Robin Williams, Hilary Swank által jegyzett Álmatlanság című film forog. Itt a film második része, annak is az 5. felvonása kezdődik lassan. Hány órát vetítetek? Mondjuk akkor, amikor minden előadás megvan. Amikor minden előadás megvan, ez általában olyan 3 órától várhatóan 11-ig, általában éjféli pénteken, általában a leghosszabb a munkamenet, mert akkor még 10 órás előadásunk is van, és általában ott kint vetítjük a nagyteremben. Hogy lehet bírni ezt?
Hát én, mivel eléggé sok rutint szereztem ebbe, jó néhány koncert látogatása, jó néhány ilyen fesztivál és egyebek látogatása, meg a zene szeretete, ez végül is magától értetődik, hogy ez már szinte egyfajta duruzsolás ahhoz képest, amit az ember el tud viselni hangnyomásilag, mert jó párszor előfordult már, hogy koncertek idején a hangfalerkő előtt voltam teljesen, és gyomromig átért a muzsika, és hát... Megsekottya? Hát most már egyfajta immunitásom van efelé. Üzemóra után, amint a szabatossága lejárt, ezek cserélve legyenek, hiszen a képminőségnek árt. Mit szoktatok csinálni, amikor éppen nem tekertek, nem nézitek? Szoktatok mozit nézni? Hát én csak akkor szoktam mozit nézni, ha erre kellő időm van. Mindenféleképpen... Tehát a kubicskáron nem szoktátok, csak azt, hogy... Ez munka területen belül nem szoktam filmet nézni. Általában egyébként is úgy szoktam filmet nézni, hogy mintha fizetnék érte. Tehát nagyon-nagyon... kevés film az, amit megnézek ebből a nagyon nagy választékból. Ezekkel a mai filmekkel én úgy vagyok, hogy sajnos nagyon urrá lett rajtuk a pénz. Rettenetes nagy ráfordítások, 150-200 millió dollárok is időnként elmennek egy-egy filmre, és amikor látszata sincs. Egyik érdekes példa erre a Godzilla esete volt, hogy csak úgy rahiból megnéztem, hogy na most akkor milyen lehet. Leültem, és akkor elment a film időtartalma, végignéztem meg minden, és semmi nem maradt meg belőle. Ezek a mai modern szuperprodukciók nagyon kétélűek, mert jó a szemet, nagyon-nagyon jól lakatják, és rettentően komoly lehetőségek a trükköket kiaknázni, a számítógépeket, meg különféle elektronikákat fel lehet használni ezekre, csak hát ilyenkor elsikad a tartalom. És hát én általában olyan filmekkel szeretek bensőségesebb kapcsolatban lenni, amelyeknek komolyabb tartalmunk van. Általában 28-30 fok, ami itt elő szokott fordulni, lenyomom így, ez a légkondi. Kinyújtom, kiskezem, időnként meghűl, és hihetetlen jó érzem magam, de hát ez nyáron mit sem ér. És az a sok kicsi apró doboz és a benne lévő film át kell alakuljon olyan méretből, olyan méretűvé, mint amit láttunk, és általában ezzel szoktuk leszedni, illetve ezzel szoktunk, hogy mondjam, ilyen kis tekercseket átalakítani. Egy átlag esti film hány tekercs? Ez hát átlag esti film 6 tekercsből szokott állni. És ebből csináltok 2-3? Ebből szoktunk általában csak 2 csinálni, mert végül is így teljesen szépen, simán, nyugodtan le tud menni az előadás.